Sziasztok! Valahol itt állítottam le múlt héten az A7 tesztelő vlogomat, hogyha azt nem láttátok, nézzétek meg. Most viszont folytatjuk, kezdjük el! Siri, gyere, megyünk! Gyere, menjünk! Siri! Mindjárt elmondom, mit csinálok. Gyere, Siri! Hova megyünk? Gyere! Megyünk ki! Gyere, Sirike, megyünk! No, hát a következőt csinálom. Szóval állítólag a Sony nagyon jó sötétben, és most baromi sötét van. Most ilyen 18-20 mm-en vlogolok, és megnézzük, hogy milyen ez a felvétel, mert ugye minél inkább test közelben szeretném kezdeni az egészet, amúgy most a GM a 2.8-as fényerő van rajta. Gyere, Siri! Látjátok a háttérben, hogy jön? Csak egy ilyen napi vlogszerű dolgot, és teszteljük, hogy hogy megyünk. Gyerünk befele! No, hát amit régen csináltam már, az a kocsiból vlogolás, illetve még nem is mutattam, hogy utazunk Sirivel, itt szokott fent ülni mellettem. És azt is tesztük, hogy milyen a Sony A7 3-asnak a hangja, mert most nincs rajta, képzeljétek el a mikrofon, ugyanis ma inkább fotózgatni akartam. Most megyünk, néhány estig is fényt berakok, és mindjárt megérkezünk haza. Annyi különbség történt, hogy felraktam a mikrofonom, úgyhogy legalább azt mondjátok meg, hogy milyen a hang, illetve látjátok, hogy ugye itt van, most világos van a háttérben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire mossa el a háttert ugye ez a 2.8-as obi, és amúgy képzeljétek el, hogy látom magamat azért, mert ezt megmutatom, remélem nem csúszik el, de elcsúszott, hogy odaraktam így, rátámasztottam a telefonomat, és akkor úgy ugye láttam magamat kb. Így egy portrémódban a kijelzőből, tehát tudom, hogy most benne vagyok. Ez egy hacknek jó lehet, hogyha valamihez tudom támasztani, de amikor Füreden voltunk tegnap előtt, akkor ugyanezt meg akartam próbálni, de nem tudtam mire támasztani, de most el kell indulnom, úgyhogy most olyat csinálok, amit nagyon nem szabadna, mert ugye a Siri, egy pillanat, az így jobb a fény, a Siri nem sétálhat még lépcsőn, tehát nem lépcsőzhet, de most nagyon lassú ez a lift, úgyhogy inkább elindulunk. Most teszteljük, hogy milyen az IBIS, tehát a belső képstabilizátor, és jöjjön egy timelapse kézből. No, meg is érkeztem, most 16-on vagyok, mert nagyon kicsi ugye, amikor kiszállok, és szerintem ezt az esti, késő esti sötét szegmens be is fejezem itt. Kettő dolog, egyrészt, hogy novemberben már a 17:30-ot késő estinek kell nevezni, az nagyon rossz érzés. Másik most egy tapasztalat, ugye van egy hang, amikor elindítom vagy leállítom a videót, de hogy itt mennek a kocsik, ezt most tökre nem hallottam, ezért nem voltam biztos, hogy vesz, ezért le kellett vennem, most a kocsim tetején van a kamera, le kellett vennem, megnéztem, ment, visszaraktam, és hát ez annyira nem jó. Na, ez ennyi volt, majd valahol folytatódik ez a vlog, de akartam egy ilyen, tudjátok, egy ilyen napi vlogos feelinget, direkt ilyen nehezített időbe, akár még csinálhatnék olyat, azt mondja, hogy megpróbálom, mert ugye oké, hogy jó a Sony-nak az esti felvétele, de azért, ha van külső fény, tehát hogyha van még egy külső fény, amit most egyszerűen csak a telefonommal világítok, biztos, hogy teljesen más, így is nagyon kíváncsi, hogy milyen amúgy a háttérnek a mosása, mennyi látszik belőle, milyen ugye a dinamika tartomány. Hát ennyi. Mondjátok meg, írjátok meg kommentbe a véleményeteket. Nem látjátok, de itt van Siri velem. Hop-hop! Nem akar jönni.
Amit most meg fogok csinálni, az az, hogy elmegyek kávézni, és ezt végig vlogolom, nagyon érdekes lesz. Nem olyan cinematikus bírólokkal fogom csinálni, hanem ilyen készínáztató stílusba. Úgy fogom csinálni, hogy amikor oda megyek, most a 2.8-as fényerőn leszek, bár most 4-en vagyok a háttér nagyon világossága miatt, és visszafele pedig a 4-essel, és akkor így össze lehet hasonlítani, hogy egyáltalán látunk-e bármilyen feelinget, különbséget benne, úgyhogy most induljunk el. Ja, és végig 24-en fogok vlogolni, hiszen a különböző méreteket már kipróbáltam. Most azt nézem, hogy a 24-70-hez ez mennyire lenne jó. Menjünk. Siri, nem arra. Tehát most például ilyen viszonylag közelebb tartom magamhoz, és ugye nem látom magam, de itt van a mobilom, amiből úgy meg tudom nézni, hogy vagyok, és hogyha igen, a távol tartom, ez egy picit ilyen, azért nézek, ugye? Ez egy picit nehezebb, hogyha itt tartom, de még ez is úgy, ahogy kényelmes, és a 24-jel menne a vlogolás, ami igazából a GH5-ön az volt, akkor lehet, hogy inkább 24-70 és egy jobbi mellett döntenék. Biztos, hogy kényelmes az, de hát most ide közel hozom, hogyha valami nagyon-nagyon fontosat szeretnék mondani, és közel legalább pihenhet is a kezem, mert amúgy meg kirakva, talán van annyi háttér, nem? Siri, gyere, gyere! Ugyas. Ezt a járdaszabályt annyira örülök, hogy meg tudtam neki tanítani. Tényleg baromi jó. Kicsit megnézzük, hogy milyen lenne 20-ason azért. Na hát ez a 20. Jobb, azt mondjátok meg, hogy jobb így, mondjátok meg, hogy jobb így, vagy így. Ez most 24, ugye? Vagy hát teljesen kitolva 16-on. De ez szerintem meg már túl sok. Ez 20. 24. Ezen maradhatna a vlog a jövőbe, hogyha nem a 16-35-öt veszem. Na de pörögjünk tovább, menjünk, most teljesen kitartom a kezemet. Amúgy még egy dolgot tesztelek, szóval még egy dolgot tesztelek, hogy mennyire megbízható a telefon, és néha elveszte a jelet, de kb. Egy ilyen 5 másodpercen belül visszakapcsolódik, ugye akkor kapcsolódik ki, hogyha mondjuk a screen kikapcsolódik, vagy ilyesmi, illetve most a fókuszra is nagyon kíváncsi vagyok, azért, mert nem középen álltam az előbb, és most ilyen közép, flexiből valamire van állítva a fókusz megkeresése, de be van kapcsolva az, hogy mindenek előtt priorizálja az embereket is. Meg is érkeztem a kávézóba. Azt érzem, hogy amikor szűk tereken vagyok, akkor lehet, hogy a 24 az túl szűk, és jó lenne kinyitni. Kétszer megcsináltam, hogy kinyitottam, nem tudom, hogy észrevettétek-e. Siri, nem! Közben kaját kunyarál a Siri. De átadom a srácoknak, mert le akartak ülni. Please sit down. Thank you very much. És voltam, hogy hát itt óriási forgatások vannak. Most bemegyek és kérek egy kávét. Szerintem jó az idő, úgyhogy szerintem kint fogok majd ülni. Ez nagyon kell, mert amúgy tök sokat fogok dolgozni, meg ilyesmi, úgyhogy egy jó kávés indítás az nekem nagyon hozzátartozik a naphoz, és kipróbáltam most egy ilyen bírólos részt is, hogy tetszett a kávéfőző bírószín, kommentbe írjátok meg, hogy milyen. Amúgy most megint 24-ben vagyok, így vagyok amúgy 35-ben, és hát ez a 16, és nem tudom, hogy amúgy, hogyha vagyok egy ilyen helyen, akkor most, hogyha így beszélek hozzátok, akkor 16 a jobb. Hogy ugye ahogy volt a 24, ami nagyjából valami ilyesmi. Ezt kérlek mondjátok meg, mert annyira nehéz eldönteni a dolgot. Nekem a véleményem amúgy az az, hogy most vagyok ugye 24, és hát ez a 20-as lenne a legjobb, úgyhogy ezért nagyon-nagyon. Miért azt mondom, hogy naon, nagyon jó lenne egy 20-70-es objektív. Váltsunk át a 4-es fényerőre. És már 4-es fényerőn is vagyunk, itt van a Game Master.
Hát úgy látom, hogy egyáltalán nem kaptál, ami amúgy ciki. Amit én látok kívül, hogy annyira azért nincs elkenve a háttér, és pont az a 284-es körüli 16-ba így meg végképp nincs semmilyen elkenés, és hát pont az lenne a cél. Ti mit gondoltok? Szóval ugye a fixes 4 fényerő, 24-en vagyok, és érzem azt, hogy azért úgy, hogy így kitartom, azért úgy nehéz még ezzel a kisebb objektívvel is. Meg a másik dolog, hogy talán valamennyire láthatjátok, hogy hogy tartom a kezemet, és most 24-re egy picit szélesebbre megyek, és így meg tudnám kvázi lejjebb tartani a kezemet, ami egy sokkal kényelmesebb dolog. Meg ugye nézzétek, hogy mennyire volt előbb, meg most is elkenve a háttér. Na most 24-en vagyok, világítom magamat, mert itt sötét van, és ezt is meg akartam nézni, hogy mennyi ilyen tipik kocsi jelenet, ugye ilyeneket is szoktam csinálni. És hogyha most kimegyek, mondjuk olyan 18-20 körül lehet, szerintetek melyik a jobb szög itt is? Kíváncsiak, hogy megnézzem, induljunk el! Most ülök a kocsiba, megyünk elintézni néhány dolgot, amúgy most 20 mm-en vagyok, és ugye a 4-es fix fényerő. Most pedig átváltottam 24-re, megint a kivágás a kérdés. Azt érzem, hogy 16, azt szerintem teljesen indokolatlan és felesleges. Most megérkeztünk haza, editálom a dolgokat, megnézem, és egy ilyen összegzés fogok csinálni, úgy most 24-en vagyok, 4-es fényerővel, ugye, és hogyha kihúzom, akkor látjátok, mondjuk így vagyok, ez most 16. Megint ugye ugyanaz a kérdés, meg hogy milyen az elmosás, hát ez nem az úgy, hogy a 28, csak ugye, hogy 16, vagy pedig 24, most amúgy, ha 35-re így berakom magam, még ugye ez egy ilyen készínáztatos, hogyha így beszélek. Editálok, aztán mesélek egy ilyen záró gondolatokat. Összegezzük gyorsan, hiszen ez már egy nagyon-nagyon hosszú videó lett. Amúgy most a 28-as Obin a G-Masteren vagyok, és 35-re van húzva. Szerintem brutál a kenése a háttérnek. Láttam a nappali vlogban, hogy baromi sok kiégés volt, az ND filter ugye kell, tehát hogy azzal nem lehet mit kezdeni. Az estiben azért nincsenek csodák, tehát hogyha baromi sötét van, ahogy tényleg szivattam az objektívet, akkor annyira sötét lesz, ezzel megint szerintem nem lehet mit csinálni. Most is amúgy a telefonomnak használom a fényét, hogy egy kis világítást kapjak, nem biztos, hogy jó annyira, hogy alulról van, de nézzétek el nekem. A mobil app az baromi jó, és tényleg egy 5 másodperc alatt össze tudom csatlakoztatni, amikor vlogolok, akkor ott van a kezembe, vagy lehet, hogy veszek egy kiegészítőt, a Manfrottónak van, ide berakom a képét, hogy milyen, és akkor azt úgy tudjuk megcsinálni, hogy magán a Hot Shoe Mounton, ugye a vakupapucson rajta van a telefon, ugyanúgy, mint ott egy flip-out screen, és a tetejére pedig fel fogom tudni rakni a mikrofont, tehát az baromi jó. A kenés, hogy full frame, ez nem biztos, hogy Sony, de maga a full frame hatása, és hogy így el tudok kenni hátteret, ebben én szerelmes vagyok, biztos, hogy nem tudok már ennél kisebbe menni, tehát váltanom kell. És úgy érzem, hogy a 24 az elég lesz, néha hiányozni fog egy 20-22, viszont egy vlogba, ha 16-18, akár még a 20-nél is annyira torzít az arc, hogy nekem az a stílus nem tetszik, ki tudom annyira tartani a kezemet, hogy még a kivágások jó legyenek, és láthattátok, amikor meg lerakom, valamilyen fix helyzetbe, és ott beszélek előtte, akkor meg bőven van hely. A 28 kontra 4 vlogra egyértelműen kell a 28. Annyira durva, hogy az egy stoppolás mennyit számít, ND filter, és onnantól pedig tök jó vagyok vele. Erre, hogy mit fogok választani, ezt majd egy másik vlogban el fogom mondani. Amúgy használatra, fogásra baromi jó, tök jól teljesít. Néhány negatívumot nyilván a kijelzőn kívül azt tudnám elmondani, hogy a fix 55-össel, amikor fotóztam, nagyon sokszor nem fókuszált, illetve láthattátok a kávézóban a kávéról készült bírólokat, közelre nem fókuszált be, pedig beállítottam úgy, hogy centerre legyen a fókusz, mentem ugye 100 fps-sel, ami a 120 fps-nek felel meg ugye a amerikai NTSC verzióban, nem valahogy nem állt rá, és engem ez zavart. Ki szeretném majd próbálni a 24-70-et, és hogy tényleg milyen egy vlog használatban, szerintem arról majd egy külön videóba fogok beszélni, és ott megnézem, hogyha mondjuk 70-re kihúzom, 28-ra gyönyörűen el lehet kenve az egész, és úgy fókuszál le olyan közel, hiszen ezek nem makró felvételek voltak, de kéne, hogy legyen valamilyen távolsága.
Köszönöm, hogy megnéztétek, tényleg adok a véleményetekre, úgyhogy kommenteljétek, hogy szerintetek szüksége van egyáltalán egy ilyen upgrade-re, vagy jó egy kisebb formátumú gép, jó a GH5, megtartsam-e, vagy váltsak A7-re, melyik objektívvel, hogy gondoljátok, és a feliratkozásra, hogyha most találkoztunk először, és úgy érzitek, akkor azt tegyétek meg. Valamint, amit fogtok látni bírólok, azok a 1635, 28-as és 4-esnek a különböző nagyítási verziója, amik vannak. Ugyanis van egy olyan a Sonynak, képzeljétek el, hogy Super 35 és egy 1,6-os bezoomot tud csinálni, amivel semmilyen minőségromlás nem lesz, ami tök jó vált teszi, akár a 35-ből is egy olyan 55 millit lehet csinálni, ha meg 70-et nézünk, az meg bőven 100 fölé, olyan 110-re megy. Na de ez már nagyon hosszú, Instán is kövessetek be, hogyha ott még nem követtek, itt is csengővel, köszönöm szépen, hogy néztetek, sziasztok!